Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, június 29-e, Péter Pál névnapja van, a néphagyomány szerint az aratás kezdetének napja. Valamint ma van a Nemzetközi Duna nap, 138 éve született Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő. Most pedig következzenek a mai nap legfontosabb történései, először csak egy-egy mondatban. Hamarosan szavazhatnak az új kormányról a szerbiai parlamentben. Vélhetően droklának közötti leszámolás áldozata lett tegnap egy középkorú férfi saját házában, Oroszlámoson. A rendkívüli hőség és az aszály miatt tűzgyújtási tilalmat rendeltek át Szabadkán és környékén. 25 éves fennállását ünnepli a török kanizsai szklerózis multiplexes betegek Észak-Bánáti körzeti egyesülete. Ma tovább folytatódott a vita a szerbiai parlamentben, a rendkívüli ülésen több mint 100 képviselő kért szót. Egyes nem hivatalos információk szerint még akár ma is szavazhatnak az új kormányról. A parlamenti képviselők kérdésével kezdődött az ülés. Az ellenzéki képviselők kritizálták Ana Brnabić kormány alakító expozéját. Nenad Csanak, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga vezetője szerint komoly hiba, hogy nem tért ki a vajdasági nemzeti közösségek helyzetére, külön kiemelve a diákok helyzetét. Nismo čuli šta će biti sa jezicima na sa udžbenicima na jezicima nacionalnih zajednica obzirom da iako je bilo obećanja prošle godine to pitanje nije rešeno ni ove godine a po svemu sudeći ni za sljedeću školsku godinu neće biti rešeno. A kormányalakító erre reagálva kiemelte, sosem volt ilyen jó viszonya az adott kormánynak a nemzeti közösségekkel, mint most. 3 godine održano 4 sednice Republičkog saveta za nacionalne manjine i nikad nije bio bolji odnos sa nacionalnim manjinama. Imamo i akcioni plan za nacionalne manjine za koji su nas u novembru pozvali u Strasbur od strane Evropskog parlamenta da predstavimo Srbiju kao najbolju praksu. Nenad Konstantinović folytatta az expozé kritizálását. A szociáldemokrata párt alelnöke azt hiányolta, hogy a kormányalakító nem tüntette fel, melyik amerikai egyetemen végezte felsőfokú tanulmányait. Razočaran sam da je mandatarka pribegla manipulaciji podacima kao što je to radio njen prethodnik. Mislim da ne možemo da napravimo nikakav napredak ako se građanima serviraju netačni podaci i to u pogrešnom kontekstu. Nem hivatalos információink szerint a végéhez közeledik a parlamenti vita. Rövidesen esedékes a szavazás az új kabinetről, amelyet az új tagok ünnepélyes eskütétele követ. Vélhetően drogklánok közötti leszámolás áldozata lett tegnap egy középkorú férfi saját házában, Oroszlámoson. A nem hivatalos információk szerint a testen lőtt seb volt, egy szomszédja találta meg, aki rögtön értesítette a rendőrséget. A férfi állítólag a kórházba szállítás közben vesztette életét. Oroszlámos csendes falu. A központban csak néhány üzlet van. Autót is csak keveset látni. A hétköznapok nyugalmát szerda délelőtt egy gyilkosság törte meg. Innen a falu bejáratától nem messze áll a 30 év körüli áldozatháza. A szomszédok kivétel nélkül jó emberként ismerték. A rendőrség még a délutáni órákban is nagy készültségben volt a török kanizsai községhez tartozó településen. Kutyákat is bevetettek. Az embereknek a környéken szerda délután még fogalmuk sem volt, miért támadhattak az áldozatra. Dobar dan, to je sve bilo kao dobar čovjek, mi za ovo nismo znali da će se desiti. Ja već u pola pet sam otišla da radim, sad kad sam došla kući, odmah sam čula za taj problem. Egyesek már kicsi kora óta ismerték az áldozatot, semmi rosszat nem mondtak róla. Segítettek egymásnak a ház körüli munkákban. A szomszédok azt mondták, szüleivel, nagyszüleivel élt együtt. Jó, sem tú, hogy nyágai, prícseli, rezgóvárli, bor, koi dán tú, sníme, ilyet, nis, ne, nem, ne ti kázsim, nem kázsim, te lázsim, nincs, nem, pol, akkor dobar, je bio, za mene, bio máli. Szerda délután még helyszínelt a rendőrség, jelzőszalaggal zárták le a ház körüli területet.
A nyár eleje óta már 5-ször volt erdőtűz Szabadka környékén. A hőség és az aszály miatt tűzgyújtási tilalmat rendelt el Szabadkaváros rendkívüli helyzetekkel megbízott törzskara. Az elmúlt egy hét alatt 44 tűzesethez vonult ki a szabadkai tűzoltóság. A kánikula és a szárazság következtében Vajdaság szerte a hétvégén is fokozottan ügyelni kell a tűzveszélyre a kirándulóhelyeken, az utak mentén és az aratás alatt álló buzaföldeken. Már reggel 9 óra után kezd benépesülni a topolyai tó. Most még nem, majd a hétvégén fognak tömegesen strandolni és kempingezni a topolyai tó partján. A fürdőzők sokszor ide a strand mögötti erdőbe jönnek, sütni, főzni, rostélyozni, bográcsozni, ami ugyan megengedett, de kizárólag a kijelölt tűzrakó helyeken és téglával körülkerítve egy-egy tűzhelyet, és az is kitétel, az is nagyon fontos, hogy az étel elkészítése után a tűzhelyet, illetve a parazsat vízzel kell eloltani. Ezeket a szabályokat feltétlenül be kell tartani, mert száraz és gyúlékony az aljnövényzet. Szerencsére eddig nem történt tűzeset. Téglába körül van rakva, és akkor ottan szabad nekik tüzelni. És betartják általában, akik itt strandolnak, igen, hogy csak a kijelölt helyeken sütnek, főznek? Igen, megvan, hogy hány helyen, és akkor ottan sütnek, főznek. Szabadkai fiatalok egy csoportja éppen készült a rostélyozásra. Pravimo belo meso i ćevape i pljeskavice i tako. Velika vrućina i suša, ne bojite se da slučajno vatra zahvati nešto? Pa ne, imamo tu vodu i sve pripremljeno da ne bi došlo do toga. Znači spremate se za roštilj i obezbeđeni ste za svaki slučaj da ne dođe do nekog vatrenog okrša? Naravno, naravno, evo pripremamo se sada. Bili malo u vodi, sad ćemo da pripalimo i da krenemo polako. A folyamatban lévő aratás közben a rekkenő hőségben elég egy parányi kipattanó szikra, és megvan a baj. A rendkívüli helyzetekkel megbízott szabadkai törzskar a hét elején arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne gyújtsanak tüzet, ne végezzenek avar és egyéb égetést a szabadban, az udvarokban és az erdőben. Tilos a tarlógyújtás is. A száraz fű, gyom és a cserjék a széllel együtt kedvez a tüzek keletkezésének, amelyek elterjedhetnek és károkat okozhatnak. Az elmúlt hetekben nem csak erdő tüzek voltak. Dosta veliki broj požara imamo u putnom pojasu, to je zbog nepažnje uglavnom vozača koji izbacuju pikavce kroz prozor i pošto je suva trava, onda dolazi do tih malih sitnih požara. A szakmunkatárs hozzátette, amennyiben valaki megszegi a tűzgyújtási tilalmat, arra komoly pénzbírság is kiróható. Körülöttem mindenütt szalma és elszenesedett alkatrész darabok. Nagyjából 10 nappal ezelőtt itt a Makhetesi erdő vadászterületének bejáratánál egy traktorból kipattanó szikra lobbantotta lángra a traktor pótkocsiját, és a rajta található szalma rakományt, a pótkocsi és a szalma teljesen kiégett, illetve elégett. Csak az egyik gumiabroncsból maradt egy kis darab. A nyár eleje óta történt 5 szabadkai erdőtűz közül, 4-szer maga az erdő égett, egy esetben pedig egy füves rész. Valamennyit emberi mulasztás okozta, az elkövetők ismeretlenek. Csak a tűzoltók gyors reagálásának köszönve nem történt eddig nagyobb baj. Kelebián ott a Vikent telep környékén, ott egy erdőrész és egy Vikent ház környéke égett, de azt is sikerült elég gyorsan eloltani. A legkisebb erdőtűz pár száz négyzetmétert érintett Makhetesen, a legnagyobb pedig a kelebiai volt, ahol 1000 négyzetméternyi, 40-50 éves fenyőerdő vált a tűz martalékává. Továbbra sem szűnik a migránsok áradata Vajdaságban. A bevándorlók napról napra kitartóan próbálkoznak az illegális határátlépéssel, de mindeddig sikertelenül. A szerb-magyar határszakasz közelében ragadt migránsok a környékbeli termőföldeken is egyre nagyobb pusztítást végeznek, állítják a termelők, akik számára szinte lehetetlen küldetés a termés megvédése. Ezen a baracfát a migránsok törték le, és nem csak ezt a fát, hanem még 10 fát tönkretettek ezt március folyamán. Ugyanakkor fiatal kajszi barack volt, itt nem csak ez az egy fa volt, 10 fa volt itt a környékben, nagyon sajnálom, hogy ezt tették. A gyümölcsösében okozott károkat mutatja Dobák Róbert. A királyhalmi gazda szerint a migránsok ismét egyre nagyobb gondot okoznak a helyi termelőknek. A baracfa is, ez is bele van törve. Kitördösték az őszi barackosokat, ugyanakkor fiatal kajszi barackfákat is tönkretettek. Más
ültetvényünk is van. Határtól nem messze 200-300 méterre szilva telepítés van, fiatalok. Ott is úgy mondjam, emberi ürüléket hagytak magunk után. Gyakorlatilag mindig tárcsával kellett kimenni a földre, hogy megbírjuk munkálni a földet, vagyis bármilyen tevékenységet, akkor ez nagyon kellemetlen. A garázdálkodó migránsokat stábunknak is sikerült lencse végre kapni. Ekkor épp a gyümölcsös melletti kukoricáson gázoltak keresztül, hogy az ott található kútból vizet merítsenek. Hatalmas károkat okoznak. A tavasszat beletördösték a fákat, most meg jövünk ide permetezni, meg összeszedni a gyümölcsöt, és egy 5-6 migráns körözti a gyümölcsösünkön, és nincsen, na most még nem láttuk, hogy eszik a gyümölcsöt, de nincs a fán. Nincs mit leszenni, mert leszették, mert volt rajta termés. Ezt követően a migránsok ideiglenes lakhelyére is rábukkantunk. Egy a magyar határ melletti elhagyott tanyán több mint 20 bevándorló tartózkodott. Ők egytől egyik illegális próbálkozók. I'm here in Serbia from 7 months and I tried a lot of times for Hungary. Yeah, but it's very difficult to cross the border because there are two fences. So that's why they pushed us back. I tried a lot of times inside Hungary I go. But they pushed us back to Serbia. Now we are here. Yesterday night we deport back again. So we are here staying now. A migránsok elmondták, hogy korábban Horvátország felől is próbálkoztak, egészen pontosan Sídnél, azonban akkor sem jártak sikerrel, ugyanis a horvát hatóság emberei is feltartóztatták őket. Utána döntötték el, hogy itt Magyarországnál próbálkoznak majd átjutni. Annyit mondtak, hogyha az éjszaka folyamán se sikerül majd nekik átjutni az Unióba itt a szerb-magyar határszakaszon, akkor azt is fontolgatják már, hogy Románia felé próbálkoznak. Nézzük, mi lesz a híradó második felében. Szatmári mezőségi és kalotaszegi dallamok a Horgosi túrútanyán megszervezett juhász népzenei táborban. Napközis tábort szerveztek Palicson. Éves fennállását ünnepeli a Török Kanizsai Szklerózis Multiplexes Betegek Észak-Bánáti Körzeti Egyesülete. A jubileumi ünnepségen egyebek mellett megköszönték a támogató intézmények egyének és a tartomány segítségét. Az Óbecsei Svetlana Siminnél 27 évvel ezelőtt állapították meg a betegséget. Dve godine sam bila intenzivni bolesnik, gornja trepča mi puno pomogla, pa sam se tu stala na svoje noge oporavila, 23 godine me mirovala, stao mi je ciklus, ona mi se vratila i od 10 godina ponovo sam u tim što kaže vodam. A Török Kanizsai Egyesület az egyik legrégebbi ilyen jellegű intézmény az országban. 92-ben klubként jött létre, majd a 2000-es években nőtte ki magát egyesületté. 6 községet foglal magába. Az egyesület igyekszik minél többet tenni annak érdekében, hogy a betegek jobb ellátásban és kezelésben részesüljenek. Poboljšalo se život osoba s invaliditetom, uspeli smo neke zakone da promenimo inkluziju obrazovanja, arhitektonske barijere, imamo dosta zapošljavanja preko ministarstva i pokrajine, zapošljavanje osoba s invaliditetom. Elismerésre méltó az az erőfeszítés, amelyet a szervezet tesz az érintettek életminőségének javítása érdekében. Méltányolta az egyesület munkáját az ünnepségen Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke. A személyes kötődöttségemen kívül pedig, mint parlamenti elnök, azért tartottam fontosnak ide eljönni, hogy rámutassak arra, hogy mindannyiunk felelőssége és mindannyiunk feladata, hogy segítsünk. Személyes megjelenéssel, személyes segítséggel, intézményes segítséggel, a különböző pályázati lehetőségek támogatásával, hogy ezeknek a rászoruló embereknek segítsünk, hogy a szervezet és a hasonló szervezetek talpon tudjanak maradni, és hogy enyhítsenek azoknak az embereknek a mindennapi gondjain, amelyekről gondot viselnek. A szklerózis multiplex a központi idegrendszer fehér állományának gyulladásos betegsége. Ennek következtében károsodnak az idegsejtek. Döntően fiatal felnőtt korban jelentkezik, és az esetek felében a visszafordíthatatlan szövetkárosodás miatt rokkantsághoz vezet. Szerbiában több mint 7000 ember szenvedett a betegségtől. Két közvállalat igazgatói tisztségének betöltéséről írnak ki pályázatot Zentán, erről döntött a községi képviselőtestület, ahol egyebek mellett szó esett a 2016-os évi költségvetés zárszámadásáról is. Az ülésen elhangzott még, hogy hamarosan megkezdődhet az új hőtelep kiépítése.
Miután lejár a kommunális lakásgazdálkodási közvállalat és az Elgáz igazgatójának a mandátuma, új pályázatot írnak ki a két tisztség betöltésére. Egyes képviselők a kiírás szövegét kifogásolták. Neko propiše da lice koje konkuriše za direktor javnog preduzeća ne treba da bude član političke stranke, odnosno da mu je određeno mirovanje u vršenju funkcije organu političke stranke, odnosno da nije osuđivano na kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, a među dokazima uopšte se ne traži dostavljanje ma kakvih isprava koje potvrđuju ispunjavanje ovih uslova, onda to predstavlja objektivni, ako čisto drugo ne, onda pravno tehnički problem. A közigazgatási hivatal vezetője szerint a pályázati kiírásnál a törvényi utasításokat követték. Pályázat kiírására a törvénynek megfelelően került sor, mindazok a feltételek szerepelnek a kiírásban, amit a törvény előlát, ugye, az új közvállalatokról szóló törvény. Képviselői kérdésre válaszolva Győri István alpolgármester elmondta, hamarosan megkezdődhet az új távfűtőművek építése. A közbeszerzés keret is írva, ami július 3-án jár le, tehát pár napon belül, és megtudjuk, hogy ki nyeri meg a pályázatot, és ki fogja leszállítani a két hőkazánt. Ha ez megtörténik, abban a pillanatban elkezdőnek a munkálatok. A 2016-os évi zárszámadással kapcsolatban elhangzott, több mint 100 millió dinárt sikerült beruházásokra költeni. Kupola résznek a homlokzat felújítása is megvalósult, hiszen az állományzat itt van, tehát sikerült előteremteni itt volt, sikerült előteremtenünk azt a 12 millió dinárt, hogy a homlokzat is fel legyen újítva, vagy pedig a fogadóiroda, ami szintén fontos, hogy akik az ügyüket intézni a városháza megfelelő körülmények között tudják intézni megfelelő fogadóiroda, ez is kb. 8 millió dináros beruházás volt. A képviselőtestület döntött az Elgáz és a kommunális közvállalat új igazgatóbizottságáról is. Elfogadta Magyar Kanizsa községi képviselőtestülete a Tiszamenti település 2016-os költségvetésének zárszámadását. A korábbi rémhírekkel ellentétben a város nem ment csődbe, jelentette ki Fejsztelmer Róbert. Magyar Kanizsa polgármestere hozzátette, ezt az állami könyvvizsgáló ellenőrzése is alátámasztotta. A KKT ülésen napirendre került a helyi egészségügyi ellátás állapota is. A legkritikusabb helyzet a gyógyszertárak esetében áll fenn, ezért Magyar Kanizsa garanciákat vállalt az adósságok törlesztésére az elkövetkező 3-4 évben. A gyógyszertárak üzemeltetésére pályázatot írt ki az önkormányzat, és jelentkező is akadt, aki az elkövetkező időszakban üzemeltetni a gondokkal küzdő létesítményeket. Ez vonatkozna a magyar kanizsai és a környező falvakban üzemelő gyógyszertárakra is. Az elfogadott közmunkaprogramnak köszönhetően 60 közmunkást tud majd alkalmazni a helyi kommunálács közvállalat, tette hozzá a polgármester. A Szabadkai Gyermekszínház független elnevezésű szakszervezete Stamenkovics Árokszállási Márta igazgató leváltását követeli. Ennek érdekében június 20-án egy órás figyelmeztető sztrájkot tartottak. Csiszár László a szakszervezetének elnöke szerint a problémák akkor kezdődtek, amikor le kellett csökkenteni 37-ről 32-re az állandó munkahelyek számát a gyermekszínházban. Hárman önként felmondtak, két diplomás színészt pedig elbocsájtottak, tette hozzá, ők ketten emiatt beperelték a gyermekszínházat, első és másodfokon is pert nyertek. Elmondásuk szerint több munkahelyi zaklatás is történt. A színésznő, akit visszatett a törvényszék, most újból kapott felmondást, ugye ez újból per ügy lett, mert itt is történtek törvénytelenségek. A két szakszervezet ezt próbáltunk utalni arra és elmondani az igazgatói bizottságon, de egyszerűen ott teljesen süket fülekre találunk. Egyáltalán nem számít nekük, és olyannyira, hogy én például már nem is megyek el a gyűlésükre, mert egyszerűen nem lehet. Most a legújabb szerint, ugye, mivel annyian vannak, 11-en vagyunk az igazgató, vagyis vannak az igazgatói bizottságban, és abból a 11-ből két színháztag szerepel csak. Tehát a két ember ott bármit mond, ott egyszerűen csak emelik a kezüket, és már is megvan, megtörténik. Pecsét, és gyerünk, rúgjuk ki az embert, ez történik. Megkerestük az üggyel kapcsolatban Stamenkovics Árokszállási Mártát is, a gyermekszínház igazgatója elfoglaltságára hivatkozva ma nem nyilatkozott az ügyben, holnapra ígért tájékoztatást médiaházunknak.
Tártalannak és alaptalannak minősítette az Újvidéki Felsőbíróság a Vamadis perét az Újvidéki Egyetem jogi karával szemben, mondta el mai sajtótájékoztatóján Sóti Attila, a Vamadis elnöke, aki több mint két hónappal az elsőfokú döntés után kapta meg az ítéletről szóló írásbeli indoklást. A szerdán kézbesített 22 oldalas dokumentum a legapróbb részletekig taglalja a mintegy 17 hónapon át tartó bírósági eljárást. A Vamadiszt fel fog lebbezni. Az Újvidéki Felsőbíróság április 13-án hozta meg a döntést, miszerint elutasítja a Vamadisz kérelmét arra vonatkozóan, hogy az Újvidéki Egyetem jogi kara a hatályos jogszabályoknak megfelelően a magyar ajkú diákok számára magyar nyelven is tegye lehetővé a felvételizést. A szerdán kézbesített írásbeli indoklás szerint a Vamadisz kérelme alaptalan volt. A diákszervezet véleménye alapján az indoklás valamennyi pontja megtámadható. Ez a per, illetve a kereset, amit a Vamadisz beadott, ez tártalan és alaptalan, tehát ez szőhető le az indoklás alapján. Na most az indoklásnak az a lényege, hogy az ember elhiggye, hogy ott a bíróságnak igaza van. Nyilván itt most a mi részünkről is megy a dokumentumnak az elemzése, az ügyvédi irodánk részéről is, és hát minden szakmai partnerünk részéről, és van tegnaptól számítva 15 napunk arra, hogy fellebbezzünk és elindítsunk egy másodfokú eljárást, amit az Újvidéki Feljebbviteli Bíróságon fogunk majd megtenni. Az ítélethozatalt követően a Vamadisz az Európai Parlamenthez is fordult segítségért. Brüsszeli látogatásuk során Deli Andor Európa Parlamenti képviselő arról biztosította a diákszervezetet, hogy ügyük a következő szerbiai országjelentésben is helyet kap, ha addig nem születik rá megoldás. A Vamadisz azt is el szeretné írni, hogy mégis hallgassák ki az általuk beidézett tanút. A bíróság korábban többek között azzal is indokolta a tanú kihallgatásának elvetését, hogy az illető nem beszéli a szerb nyelvet, tette hozzá Sóti Attila. Szatmári, mezőségi és kalotaszegi dallamokkal ismerkednek a fiatalok a Juhász Népzenei Táborban a Horgosi túrút anyán. Idén harmadik alkalommal rendezik meg az eseményt. Idén mintegy 40 fiatal érkezett a Juhászok civil szervezet népzenei táborába, hogy autentikus magyar népzenét tanuljon. A legapróbbaktól a legnagyobbakig több korosztály is részt vesz a tanulásban. A tanulás mellett pedig sok egyéb dologra is jut idő. Kaptam először egy játékhegedűt, akkor mindig vele játszottam. És most ez a tábor milyen? Hogy néz ki egy napotok? Hát reggel felkelünk, aztán megyünk reggelizni, és jön a reggeli torna, utána pedig a foglalkozások, például a hegedű meg a tánc. Szereztem barátokat, nem unatkozok a nyári szünetben, bírok hegedülni, mivel nagyon szeretek. Az ifjú muzsikusoknak elismert zenészek oktatják a népzene csinyát-bínyát. Dezsőházi Tamás debreceni prémás a haladó prémásoknak kalotaszegi muzsikát oktatott. Kicsit közvetlenebb, családiasabb, jó levegőn, hát most ugye nyár van, jó melegben. Más, mint amikor mondjuk januárban van egy ilyen kurzus, és akkor bent kerülne négy fal között ugye a fűtött terembe, és ott kell dolgozni. Azért ez teljesen más, amikor esetleg egy pólóba, egy rövid nadrágba, vagy egy papucsba muzsikál az ember. A tanulás mellett a táborvezetők igyekeznek olyan programokat kitalálni, amelyekkel bővül a gyerekek tudástára. Azért fontos az ilyen táborban a részvétel, hogy a fiatal zenészek is érezzék azt, hogy mennyire jó együtt muzsikálni, mennyire jó kicsit kötetlenül lenni. Persze a foglalkozásokat megcsináljuk úgy, ahogy illik, naponta kétszer-három órát, de viszont vannak olyan aktivitások, amikor összeáll egy ilyen úgymond véletlenszerű banda. A tábor péntekig tart. Az utolsó napon gálaműsor zárja majd a hetet, ahol mindenki előadja a tanultakat. Napközis tábort szervezett a Parics Művelődési Egyesület, a helyi közösség és a Miroslav Antich Általános Iskola az oktatási intézmény napköziében. 4 és 15 év közötti gyerekekkel foglalkoznak kétszer-kéthetes időszakban.
kézműves foglalkozások, társas és sportjátékok várják a Palicsi napközis tábor résztvevőit. Csináltunk ilyen lufit, és beletöntünk ilyen lisztet, csináltunk ilyen virágot a hajunkba, meg ilyen vázákba is lehetett tenni virágot. Bírunk ki menni futballozni a pályára, most is voltam kint, most. Már harmadik éve szervezik meg a nyári szünidő ideje alatt tartó tábort. Vannak visszatérő résztvevőik is. Mezei Sára Csenge tavaly is részt vett a foglalkozásokon. Ott is ugyanilyen kreatív dolgokat csináltunk, mint itt például gyöngyfőzés, vagy ilyen bőrből készítettünk kulcstartót. És hát most is én ezért jövök, mert én nagyon szeretek ilyen kézműves dolgokat csinálni. Az előző két évben a helyi közösség udvarában kaptak helyet a gyerekek. Idén azonban a sok résztvevő miatt új helyszínre, az iskolába került. A saját korosztályukkal együtt játszhassanak, és mégis az iskola környezetében, tehát ismerős környezetben vannak. Az iskola sportpályáit, napköziét, benti tantermeit és még a zsibongót is használhatjuk, úgyhogy idén igazán nagy terület áll rendelkezésünkre. A kézműves foglalkozásokon az emléktárgyakat igyekeznek újrahasznosított alapanyagokból készíteni. A táborban ilyen és ehhez hasonló tárgyakat készítenek a gyerekek. Egyet én is kaptam, hogy hazavihessem emlékbe. A programok délelőtt 9-től 13 óráig tartanak, a részvételi díj 200 dinár egy napra. Ez magába foglal egy uzsonnát és a foglalkozások költségét. A testvérek kedvezményben részesülnek. Az első két hetes időszak a végéhez ért. A következő foglalkozás július 17-e és 21-e, illetve 24-e és 28-a között lesz. Novák Djokovic bejutott az Eastbourne-i füvespályás tenisztorna elődöntőjébe, miután a mai negyeddöntőben játszmalabdát hárítva 6-2-7-6 arányban legyőzte az amerikai Donald Youngot. A volt világelső a döntőbe jutásért az amerikai Johnson és az orosz Medvegyev párharcának győztesével találkozik. Ugyanezen a tornán pályára lépett Dusan Lajovic is, de az ópazovai játékos a 8-a döntőben búcsúzni kényszerült, mivel 6-3-6-7-6-7-es arányú vereséget szenvedett az amerikai John Isnertől. Sértegették egymást egyes képviselők a szerbiai parlament rendkívüli ülésének mai folytatásában. Ana Brnabic szerint az ellenzék nem akarja figyelembe venni a tényeket, csupán összeesküvés elméletek gyártásával foglalkozik. Egymást követték a becsmérlések a képviselőházban. Sasa Radulovic Alexander Vucic egyik korábbi kijelentését elemezte. Az elég volt mozgalom vezetője számára nem világos, hogy az új államfő miért mondta azt, hogy Ana Brnabic gazdasági ügyekkel, míg Ivica Dacic politikai kérdésekkel foglalkozik majd, ugyanis az alkotmány konkrétan kimondja, hogy Szerbiának csupán egyetlen miniszterelnöke lehet. Na osnovu kog člana ustava je predsednik republike izmislio funkciju dva premijera ekonomskog i političkog. Nenad Csanák sérelmezte, hogy a kormány alakító expozéjában egyetlen szóval sem említette Vajdaságot. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke szerint Szerbia északi tartománya felett nem szabad szemet hunyni. Én már nem primetim, de vecs treci put u expozeu premiera se ne spominje Vojvodina, iako je to jedina funkcionalna pokrajina u Republici Srbiji. Moram primetiti da čak uprkos tome što smo čuli i hvalospeve višejezičnosti i multikulturalnosti u Srbiji, nije spomenuta činjenica da recimo Skupština Vojvodine je sa svojih 6 službenih jezika najmnogojezičniji parlament na teritoriji Evrope, osim samog Evropskog parlamenta. A leendő miniszterelnök azonnali válaszsal védte álláspontját. Ana Brnabic leszögezte, számos kiemelt vajdasági fejlesztésről és beruházásról is beszélt, illetve a nemzeti közösségek helyzetére is kitért. Nekoliko puta pomenula Vojvodinu i dokaz za to je nekoliko važnih kapitalnih projekata o kojima sam pričala, a i o kojima sam pisala. Dakle, jedan od tih je naravno Klinički centar Vojvodina, u koji se ulaže 32,6 miliona evra, 11 od 14 kapitalnih sistema za navodnjavanje je u Vojvodini, 3 u centralnoj Srbiji. O tome sam pričala.
Brojni infrastrukturni projekti, Žeželjev most do kraja godine, 5,5 kilometara Y krak Kelebija-Subotica, pruga Stara Pazova-Novi Sad dužine 40,4 kilometara iz ruskog kredita. Fatmir Hassani, a Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés Pártja köztársasági parlamenti képviselőcsoportjának vezető helyettese kifejtette, a frakció, amelynek ő is a része, támogatja majd az új kormány munkáját. Ekonomski razvoj, smanjenje nezaposlenosti, ekonomska i politička stabilnost, saradnja sa susednim zemljama i sa svim zemljama Evrope pa i zemljama ostalih kontinenata. Naša namera je da i mi kao manjina dajemo naš mali doprinos u celovitom programu vlade, a i putu prema Evropskoj uniji. Súlyos szavakat vágtak egymás fejéhez a parlament egyes tagjai. A Dveri képviselői a köztársasági elnök, illetve az előrehozott parlamenti választások legitimitását is megkérdőjelezték. Szürgyen Nogó frakcióvezető helyettes szerint választási csalás történt. Az ellenzéki politikus úgy véli, hogy több hamis szavazócédula került Koszovóra. Evo je krivična prijava podneta protiv vas upravo danas, ja sam je podneo prvom osnovnom tužilaštvu, znači dobit ćete verovatno na uvid. Ana Brnabić tagadta a rágalmakat. A kormányalakító szerint a jelenleg kormányon lévő erők tisztességesen nyerték meg a választásokat, ezért értelmetlen dolog összeesküvés elméleteket gyártani. Jedino što nismo čuli, ovo kratko zanimljivo vreme, fantastično izlaganje, je da reptili vladaju svetom, a samo nadareni mogu da ih vide. A kormányalakító leszögezte, a fiatalok foglalkoztatásának javításán és a munkanélküliség visszaszorításán is dolgozni fog, emellett azért is tesz, hogy Szerbia jobb helyezést érjen el a világbank üzleti listáján. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Hamarosan szavazhatnak az új kormányról a szerbiai parlamentben. Vélhetően droklánok közötti leszámolás áldozata lett tegnap egy középkorú férfi saját házában Oroszlámoson. A rendkívüli hőség és az aszály miatt tűzgyújtási tilalmat rendeltek át Szabadkán és környékén. 25 éves fennállását ünnepli a török kanizsai szklerózis multiplexes betegek Észak-Bánáti körzeti egyesülete. Köszönjük figyelmüket, a pannonrtv.com-ra kattintva még több hírt és információt olvashatnak, tartsanak velünk, szép estét a viszontlátásra!